Nyíregyháza város vezetése a legutóbbi közgyűlésen döntött az idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagy rendezvények finanszírozásáról, valamint az újabb fejlesztési pályázatok támogatásáról. Elfogadták a költségvetést is, amely idén 73,3 milliárd forint. Ez ismét rekord közeli összeg. Ez nagyon-nagyon megnyugtató, ugye ha arra gondolok, hogy 2010-ben ennek a felesen volt a mérlegfő összeg a város költségvetésénél, viszont tartalmazott rengeteg adósságot, hitelt és költségvetési hiányt, most egyik sincs. És a másik jó hír, hogy ez a 73,3 milliárd, tavaly 73,8 volt, de az is nőtt, tehát még nincs kizárva, hogy újabb sikeres, nyertes pályázataink esetén, például a közgyűlés napi rendjén volt egy 3,4 milliárdos pályázatunk, ez az összeg nőni fog, tehát akár az elmúlt évi 75 milliárdos rekordot is felülmúlhatja. A polgármester szerint azonban az a legfontosabb, hogy a már elkezdett, a város szempontjából fontos fejlesztéseket folytatni tudják. Ilyenek például az útépítési beruházások, amelyek járdák, kerékpárutak és körforgalmak kialakítását jelentik. Folytatódnak az elavult intézmények energetikai felújításai, amelyek a jövőbeni fenntartási költségek szempontjából kiemelt jelentőségűek. Arra törekszünk, hogy az időben a legjobb, tehát szeptemberig nyilván óvodák, iskolák felújítása megtörténjen, de az a útépítéseknél is nagyon fontos, hogy a lakosokat a lehető legkisebb mértékben zavarja ez a sok-sok fejlesztés. Tavaly 56 projektünk volt egyszerre folyamatban, 54-et be is fejeztünk, kettő átnyúlik a Tőr-Szemmelweis utcai, illetve a Tünde utcai fejlesztési csomag. Én azt gondolom, az idén is körülbelül ennyi lesz. Ugyanakkor figyelünk azokra is, ami a szociális területen 350 millió forint körül összeggel többet tudunk fordítani, tudunk a gyerekekkel, idősekkel, rászorultakkal, pénzügyileg is nagyobb lehetőségekkel foglalkozni. Dr. Kovács Ferenc bővebb tájékoztatást ad Nyíregyháza idei költségvetéséről és a város programjairól a 35 perc című műsorunkban.